Jézus Krisztus szeretettel köszöntöm Önöket. Véget ért a Karitász délelőtt, de a műsoridőből még maradt számunkra egy jó fél óra, úgyhogy én most nagy szeretettel köszöntöm következő vendégemet, Kocsis Fülöp érsek metropolitát, a Hajdúdorogi Egyházmegye vezetőjét, dicsőség Jézus Krisztusnak. Köszönöm, meghívál dicsőség örökként. Én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Érsek atya, köszönöm, hogy eljött hozzánk. És hát nagyon sok minden történik a keleti katolikusokkal az utóbbi hetekben, napokban, és hát lesz is világszinten is, de itt a régióban is, hiszen az elmúlt napokban volt Nagyváradon egy tanácskozás, ami 25. alkalommal került megrendezésre. Így van, így van. Mi volt ez, és miről is szólt? Ezt a találkozási sorozatot még az én nagyra becsült elődöm, Keresztes Szilárd püspök úr kezdeményezte, akkor Szilveszréni Biboros volt a keleti kongregáció prefektusa. És akkor, hát még a mostaninál is nagyobb tervekkel indult el ez a találkozási sorozat. Ugye a keleti régióban a görögödés egyházak korábban nem létezhettek, illetve a kommunizmus alatt nem létezhettek, és 90-től a nagy politikai változások után újra megjelentek a görögadusok. Szlovákiában már 68-tól, 68-as események után, de ugye Romániában, Bulgáriában, főleg a Szovjetunió területén, felszabadult országokban, Ukrajna, Kárpátalja, Fehér Oroszország, tehát ezekben az országban újraindult, mondhatni, föltámadt a görögadus egyház. És akkor Szilárd püspök úrnak nagyon nagy szerepe volt ezeknek a közösségeknek a támogatásával minden tekintetben, anyagi, erkölcsi, politikai, diplomáciai és teológiai szempontból egyaránt. Hát én most nem akarok ebbe belemenni, de ez egy külön beszélgetés is megérne akár. Na és attól kezdve, illetve megfületett ez a gondolat együtt a kongregáció bíborosával, hogy hogyan tudjuk egymást segíteni, és egy olyan közösséget létrehozni, amely hát érdekképviselet is adott esetben, akár a Kadős Egyház felé, akár az Ortodox Egyház felé, akár Európa felé, akkor még messze voltunk, legalábbis magyarok a közös Európa háztól. No és sikerült elindítani, Nyíregyházán volt az első ilyen találkozó, akkor ki is mentek Mária Pócsa, a püspökatyák, és attól kezdve mindig egy-egy egyház a meghívó, a szervező. Tehát mindig máshogy jövünk össze. Európa különböző görögkatolikus központjaiban jövünk össze. Magyarországon legalább 3-4-szer volt. Legutóbb, amikor az eukarisztikus kongresszus volt Budapesten, akkor voltak itt ugyanezek a püspökatyák, itt nálunk Budapesten. Úgyhogy ennek a sorozatnak a része volt ez a mostani nagyváradi. Előtte Athénban voltunk, Görögországban, és legközelebb pedig Bécsben leszünk, meghívást kaptunk Sönborn bíborostól. És Nagyváradra miért esett a választás? Sok oka volt, de főként, amit a romániai görögadős testvéreink hangsúlyoztak, hogy a kommunizmus alatt szenvedett püspök vértanú boldogravatásának most egy kicsike kis évfordulója volt, ez 5 évvel ezelőtt történt, és mondhatni ennek a jegyében tartottuk például az imádságokat. Mindig van egy egész meglepet, hogy létezik, írtak egy külön Akatisztos himnuszt. Akatisztos himnusznak az elnevezése talán nem teljesen ismeretlen, legalábbis azok körében, akik egy kicsit kapcsolnak hozzánk görögkatolikusokhoz. Ugyanis ez egy nagyon ősi himnusz, az első Akatisztoszt azt Krétai Szent András írt az Isten szülőhöz. Ennek egy nagyon rögzített formája, irodalmi struktúrája van, és aztán később ezt dallammal is ellátták, és szoktuk énekelni, egy nagyon szép imádságunk. De nagyon sok akatisztosz van, nem csak ez az egy, hanem az idők során készültek, íródtak akatisztosz himnuszok Szent Miklóshoz, Szent Jánoshoz, a Szent Kereszthöz, azt nagypénteken szoktuk énekelni. Szóval van egy kis könyvecske, amíg az akatisztoszokat veszi sorba, és a romániai testvéreink írtak egy akatisztosz himnuszt a 7
görög katolikus püspök vértanú tiszteletére. Nem tudnám ezeket felsorolni most a hetet, de Hosszú Gyulát tudom, mert ő könnyű megjegyezni, mert neki ilyen magyar neve is van. Hosszú Gyula püspök úr az egyik ennek a hétnek. És ezt lefordították olasz nyelvre, például az első este ennek a hét boldogá avatott görög katolikus vértanú püspöknek a tiszteletére szóló Akathisztosz himnusz énekeltük a szemináriumnak a tis templomában. Nagyvárad, hát még egy, hogyha van időnk, még erről mesélek, hogy Nagyváradon, ugye azt említettem, hogy 90-ig nem létezhetett Romániában a görögös egyház, csak az ortodox. Oda be kényszerítették őket, vagy hát legtöbben átmentek a romai görögös egyházba, hogy katolikusok maradhassanak. És elvették a görögös egyháznak minden vagyonát, minden épületét, ingatlanait, templomait. Aztán 90-től, hogy fölé lett az egyház, ez egy nagy kérdés lett, hogy ki legyenek a templomok. Adják vissza görögös templomokat az ortodox testvérek. Hát ez egy nagyon nehéz fejezete az egyházunknak, mert nem nagyon akarozott vissza, de mind a mai napig. Úgyhogy ez Kárpátalján és Romániában súlyos kérdés. Szlovákiában nagyon ügyesen megoldották, de ahogy említettem, az már korábban élt az egyház, és 90-től az volt a megállapodás, hogy döntsék el a falubeliek, hogy ki a templom, az ortodoxoké vagy a katolikusoké, és akinek nem jutott templom, azok kaptak egy jelentős összeget az államtól, hogy építsenek maguknak egy templomot. Úgyhogy ma Szlovákiában nagyon sok helyen két templom van, egy görög és még egy ortodox. Hát Romániában messze nem ilyen gördülékenyen sikerült, sőt, mind a mai napig. Például vannak olyan helyzetek, amikor pereskedtek, ki legyen a templom, és hát a bíróság, a görögös egyháznak ítélte azt a templomot. De azóta se kapták meg, mondjuk ilyenek vannak. Vagy olyan volt, hogy átadták, és azt mondták, hogy fizessen nem tudom hány millió eurót, vagy nem tudom, ezer eurókat, vagy, mert azóta ők kifestették, nem tudom mit. Szóval nehéz helyzet, és hogy miért hoztam ezt ide. Nagyváradon van egy szép görögös szeminárium, és annak a temploma közös használat az ortodoxokkal. Mert az ortodox templom volt a kommunizmus alatt, nem akarodott visszaadni, és akkor, na de mégis a szemináriumnak meg kell egy templom, építettek egy kis kápolnát is azóta, de visszaadták, de úgy, hogy az ortodoxok is használják. Tehát ez egy a szemináriumi templom. Hát persze lehet szép is, mert ráadásul azt még szeretném elmondani, hogy Nagyváradon az ortodox püspök, Szerafim püspök, Szofroni püspök atya, ő nagyon nyitott felénk, beszél magyarul, ő az a talán egyetlen, vagy nagyon kevesek egyike, aki az ortodox püspökök közül, aki nyitott a görögadisok felé is, ő nagyon jó a kapcsolat a Virgil Bercsa nagyváradi püspökkel, és ott is volt ezen a találkozónak a megnyitóján. Úgyhogy készítettünk is fel egy interjút, beszélgettünk vele magyarul, ami médiásunk is ott volt Király András személyében, és akkor, hogy mit üzen a görögadősoknak, szóval ővel nagyon jóba vagyunk, de sajnos ez fehér holló, tehát nem jó a viszony az ortodox egyház és a görögös egyház között Romániában. Na, hát ebből nem éreztünk semmit, egy nagyon-nagyon jó hangulatú, nagyon tartalmas találkozó volt, ugye mi görögadősok és római kadős püspököket is meghívták. Ugye tudva levő, hogy nyilván nagyon sok római kadős is él Romániában, főleg Erdély szerte, de másutt is, ugye Jászvásáron vagy Bukarestben, és ma már római katolikus román testvérek is, és püspökök is, egyházmegyék is vannak, tehát a magyar és a román római katolikusokat is meghívták. Úgyhogy összesen, hát vagy 40 vagy 50 püspök volt, nem is tudom, rengetegen volt. De akkor a görög katolikusok az a világ minden tájáról, vagy Európából? Európa minden tájáról, ez azt jelenti, hogy maroniták is voltak, például Ciprusról, szír katolikusok voltak, de ők azok, akik európai területen vannak, tehát Rómában van egy szirkatikus püspök, aztán mondom a ciprusi maronita püspök volt ott, aztán ki volt még ilyen kicsit egzotikusabb, hogy az örmény püspök is volt. Hát például, amikor mi szerveztük ezt a találkozót Budapesten,
akkor is itt volt az örmény püspök, és néhány nappal később őt választották meg örmény pártjárkának. De akkor nálam még püspöki minőségben volt. De jószerivel ugye a mi saját bizánci ritusú görögölis egyházunkról van szó, magyar, szlovák, román, ukrán, kárpátaljai, bulgár, Bulgáriából, Szerbiából és Horvátországból. Horvátországi püspök nem volt most velünk, valami miatt nem jött el, illetve Dél-Olaszország, Itália, Kalábria, Szicília. Ugye Szicíliában most nincsen külön püspök, saját püspök, úgyhogy ezekről a területekről jöttek, és aztán velünk volt a bécsi helynök, Sönbor Biboros úrnak van egy külön helynöke, aki a keleti egyházakkal, Ausztriában lévő keleti egyházakkal foglalkozik, Júri Kolasza helynök. Aztán Párizsból, ukrán püspökök jöttek, jött Párizsból, Németországból, például Olaszországból. Szóval hát nagy számban voltunk együtt, és három szép liturgiát végeztünk, ezt szépen beosztották, az elsőt a helyi görögadis püspök vezette Virgil Bercsa, a másodikat ugye a legmagasabb rendű közülünk a Sziatoszláv Sevcsuk ukrán nagyérsek, és a harmadikat meg nekem osztották, én nagyon megörültünk mi magyarok, ugye a magyar-román barátságnak tényleg mi nagyon jóba vagyunk a görögadisok, és a magyar és a romániai görögadisok, most legalábbis ezt mondhatjuk, úgyhogy az egy nagyon szép magyar ritusban celebrált liturgia volt a harmadik napon. És mi volt a tanácskozásnak a témája? Mi az, amit érintettek? Mindig az meghívó közösség választja ki a témát, illetve előző esztendőben, amikor elválunk, akkor beszélgetünk, hogy mi lehetne, vagy akkor vetik föl. És nagyon jó témát választottak, sokunkat megmozgatott a pap és a püspökök kapcsolata. Atyaság, testvériség, emberség. Ez volt a téma. Nagyon jó előadásokat hallgattunk, nagyon jó beszélgetések voltak, sok minden megfogalmazott bennünk, elhatározások is, panaszkodtunk is egymásnak, kipanaszkodtuk egymásnak magunkat. Ez mindig sokat jelent nekünk. Maga találkozás is, főleg most szegény ukrán testvéreinknek, akik hát ugye nehezen mozdulnak ki az országból, nehezen engedik ki őket. És hát sokat tanultunk abból, hogy hát hogyan kell a püspöknek, atyának és testvérnek lenni egyszer. Van egyébként valami közös nyelv általában, amit mindenki beszél? Hát az olasz a közös, vagy az angol, illetve az ukrán, mert az ukrán nyelvet ugye értik a szlovákok, értik. Csehországban most nem volt ott egy idős püspök atya, nem volt ott velünk, a bolgárok is értik, a szerbek, horvátok, úgyhogy ez ilyen szláv keverék nyelv, meg Ukrajnában több olyan görögadis püspök van, aki más nyelvet nem beszél. Úgyhogy így szokott lenni, hogy olasz és ukrán, volt, aki angolul tartotta az előadását, többnyire egymás között kávézás közben olaszul beszélgetünk. És Érsek atya ugye említette, hogy a záró szertartást vezettem. Miről szólt a szent beszéd? Ugye az atyaság és a testvériség kérdése merült itt föl, és nagyon érdekes, mondtam is, hogy ez most a gondviselés volt, vagy pedig ügyesen szervezték, mert nagyon kapóra jött nekem az efezusi levél, amely a családi kapcsolatokról beszél, hogy apák, ne keserítsétek meg a gyermekeitek életét, fiak, engedelmeskedjetek szüleiteknek. Hát ez úgy kicsit mutatis mutandis átültettem a pap püspök kapcsolatra, hogy a püspökök ne keserítsék meg a papoknak az életét, és a püspököknek pedig jó, hogy engedelmeskednek a papok. És egy érdekes párhuzamot találtam, kifejezetten Szent Pálnak a szavai alapján, aki ugye azt tanítja, hogy úgy kell szeretnünk, nyilván több helyen megtalálható ez, de hogy például a férj, úgy szeresse feleségét, ahogyan Krisztus szereti az egyházat. Az apa úgy szeresse gyermekét, ahogyan az Isten irgalommal tekint ránk. Tehát a szeretetnek a mintája, az alapvető forrása az Isten, maga az Isten, és azt tanulhatjuk meg, hogy az Isten hogyan szeret minket.
és egy kicsit kiéreztem, hogy hogyan, mert ez a nehézséget jelenti a püspök-pap kapcsolatában, hogy nyilván fontos, hogy testvéri kapcsolat legyen közöttünk. Tehát amikor a papok között megjelenik a püspök, akkor ne az legyen, hogy jött a püspök, most akkor hallgassunk, vagy mosolyogjunk, vagy váltsunk témát. Borzasztó, hogyha ilyen helyzet alakul neki, hanem testvérként van ott közöttünk. De mégis néha meg atyaként kell szólnia, döntenie, néha ítéletet hoznia, és ez nem könnyű. Hogy lehet az, hogy testvér is, meg atya is? Na most ezt a Jóisten meg tudja tenni, mert ő mennyei atya, és Jézus Krisztusban meg testvérünk. Úgyhogy ha mi mintázzuk az Istennek a szeretetét, egyébként Krisztus mondta is, hogy új parancsot adok nektek, úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. Ugye, hogy van a fő parancs, az Ószövetségben is benne van, a farizeusok is tudták, csak kérdezgették, akarták tudni, hogy Jézus is tudja, melyik a fő parancs, szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Második hasonló ehhez, szeresd felbarátodat, mint önmagadat. Tehát az Ószövetségben a minta az önszeretet. Tehát ahogy szereted magadat, úgy szeresd a másikat is. És erre utal Szent Pál is például, hogy senki, a férj és a feleség szeretete között mindenki szereti a saját testét. És akkor ugyanúgy kell szeretni a férjnek a feleségét, mint a saját testét. De Jézus ezt felülmúlja, és azt mondja, új parancsot adok nektek, úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. És hát nagyon messzire vezet, nagyon sokat lehet ezen tovább gondolkodni, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy na hát akkor az Isten hogy szeret minket, hát másoljuk le, imitáció Kriszti, ahogy Krisztus tett, én is megpróbálom azt tenni. Ez egy nagyon fontos és jó irányadó elv a magatartásunkban. De sokkal többről van szó. Mert amikor Jézus az ellenség szeretetet is parancsba adja, hogy szeresd ellenségedet, hát azért azt mondhatom, hogy az meghaladja az emberi képességet, hogy tudom szeretni azt, aki, mit tudom én. Azt még tudom szeretni, aki pofonvágott engem, leköpött engem, csúnyát mond rám, ezt tudom szeretni. De aki a gyermekemet bántja, vagy a családomat, vagy a nemzetemet, hú, akkor már ott, azt hogy tudjam szeretni? Hát ilyet ne várjon az Isten, nem? Nem is várja el, hanem segít, és az ő saját szeretetét ülteti belénk. És a megtestesülés az ez, hogy Jézus Krisztus egyé válik velünk, egyesül velünk, belénk költözik, a keresztségben Jézus Krisztus életét kapjuk meg, megkapjuk a bérmálásban a Szent Lelket, az isteni személyek bennünk élnek. És ha én élek a keresztség adta kegyelemmel, akkor több leszek. Messze több leszek, mint amire én képes lennék, és képes leszek isteni szeretettel szeretni. És akkor megvalósul. Na most a püspök ezt tegye, isteni szeretettel szeresse a papjait, híveit, egyházát, mindenkit, és akkor fölülmúlja a saját gyarló és gyarlóságából fakadó korlátait, messze túl tudja lépni. Hát ez persze nem lehet erről szépeket mondani, megvalósítani nem egyszerű, de nagyon jó volt erre ilyen buszítást kapni, és mondom, azáltal, hogy én is így az elmélkedés során erre jutottam, hát én is megpróbálom ezt követni. És hát jövő héten pedig Rómában folytatódik a szinódus. Az itt megjelentek közül sokan vesznek részt majd? Néhányan. Beszélgettünk is róla, hogy ezt az üzenetet szeretnénk átvinni majd a szinódusra, és abban állapodtunk meg, hogy úgy, mint egy évvel ezelőtt, mi görögkatolikus keleti püspökök majd fogunk tartani egy külön megbeszélést, hogy hogyan tudjuk a keleti egyház hangját felerősíteni, érvényesíteni. Ez tavaly is így volt, és tavaly nagyon érdekes dolog volt, hogy amikor ezt először fölvetettük, akkor elutasítottak minket ebben. Hogy nem kell ilyen külön szekciókat csinálni, hanem hallgassuk meg egymást, és mindenki ott legyen, és egymást gazdagítsuk. Jó, egymást gazdagítjuk, ez rendben van. De azért sokat jelent, hogyha mi
akiknek sok szempontból sajátos és egymáshoz párhuzamba állítható gondjaink, kérdéseink, javaslataink, nehézségeink vannak, hogy azért ezekről mi nekünk legyen lehetőség. Persze nem volt tilos a kávészünetbe beszélgetni, de mi azt szeretük volna, hogy testületileg legyen olyan fórum, ahol a keleti püspökök megszólalhatnak és megfogalmazhatnak javaslatokat. Na most, ahogy említettem, eleinte azt mondták, hogy nem, ne különözködjünk. Később azonban változtattak ezen, és volt egy olyan szekció, amikor akkor elmentünk a keleti dikasztérium épületébe, és ott Claudio Guccerotti, a dikasztérium bíboros prefektusa vezetett le egy olyan megbeszélő gyűlést, ami nagyon hasznos volt, és annak sok része bekerült a szinódusi szövegbe. Úgyhogy csodálkoztak is többen, hogy az első ülésszak végén megfogalmazódott szövegben, záró szövegben a keleti egyházak eléggé viszonylag jelentős mértékben voltak jelen. És ez mit jelent egyébként? Mit volt ebben a tartalom? Hát például az fogalmazódott meg, hogy hasznos volna, hogyha a keleti egyházaknak is egy szinodusi szervezetét létrehoznák. Ez azóta van erről szó, nyilván ez egy hosszadalmas folyamat, tehát ez most nem csak egy dekrétum, vagy üljünk össze, és akkor már meg is van, de hogy akik keleti, 23 keleti egyház van, ezekben egészen különbözőek is vannak nyilvánvalóan. Tehát mi itt egy csoportban élünk, mi bizánci ritusú, bizánci hagyományvilágot követő katolikusok vagyunk, de mondjuk a közel-keleten vagy a távol-keleten más gyökerű, más forrású keleti egyházak is vannak, koptok, örmények, szírek, kelet-szírek, nyugat-szírek, maroniták, malabárok, malankárok, szóval több ilyen van, koptokat említettem, még van, mit kihagytam, de bizony nyára többet is. Tehát, hogy azért Indiában nyilván más problémák vannak, mint Szíriában, vagy Dél-Itáliában, vagy éppen Ukrajnában. De mégis a keletiség, a keleti szemlélet, a keleti teológia, a keleti lelkiség, még ha ritusok különböznek is, de annak az alapjellege nagyon sok mindenben kapcsolódást jelent számunkra. És akkor, hogy hogyan tudjuk mindezt összefogni, hogy ne mindig csak Róma legyen a viszonyítási pont, mert eddig csak is ez volt. Tehát nagyon jó, hogy katolikusok vagyunk, de Rómához tartozunk, és Rómán keresztül tudunk bármit is tenni. És ezt ma támogatja, eddig nem támogatta a Szentszék, és most így a szinodus óta ezt támogatja például. Vagy egy nagyon súlyos kérdés, és a vándorlás, migráció miatt Európába települt sok száz, sok ezer, most már milliókról beszélgetünk, embercsoport, aki között nagyon sok keleti rítusú ember van, ortodox vagy katolikus, hogy ezek hogyan tudják azt megtalálni, hogy az identitásuknak részét képező egyházi hovatartozásuk megmaradjon. Mert mondjuk, tehát egy katolikus embernek, katolikus püspöknek a legjobb szándékkal is mondjuk az a törekvés, hogy befogadjuk őket. Gyertek a misére, áldozhattok, gyónhattok, befogadunk titeket. Hát ez szép dolog, csak aztán már a második, harmadik generációban elolvad a mondjuk egy keleti szír egyház a saját nyelvén, egészen különleges énekekben nőtt föl ő a szüleinek, nagyszüleinek a hitét, vallását, gondolkodásmódját, hogyha úgy elveszíti, akkor lehet, hogy be tud illeszkedni a társadalomba, ami ugye nagy fontos elvárás, de közben elveszíti a saját identitását. Szóval, hogy ez hogyan tudjuk, ez is egy nagy kérdés volt, és erre figyel az a szöveg, mert meglátjuk, hogy a másik ülésszakon mit fogunk tudni kihozni. Megjegyzem, hogy most kaptunk egy szöveget,
Instrumentum Laboris 2, hogy így mondjam, amin alapján fogunk dolgozni. Mindjárt véleménye az, hogy ez most sokkal jobb, mint ami először volt. Sokkal lelkébb, sokkal teológiaibb tartalmú szöveg. Nem annyira az újságírók által diktált témákkal foglalkozik. Megvan ennek egyébként az oka, mert az első Instrumentum Laboris szövegnek az alapja az volt, ami az összes országból bejövő véleményeket gyűjtötte egybe, azért is volt olyan kicsit keszekusza konglomerátum az egész. Ez most sokkal egységesebb. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a lélek mit fog kihozni belőle. Senki se tudja előre, se a pápa, se a szinodusi titkárságnak a főtitkára. Ez nem egy irányított folyamat. Elmegyünk és meglátjuk, mi lesz. Milyen a rend képviselnek egyébként a keleti egyházak, a keleti katolikusok az egész világegyházban? Hogy milyen? Milyen arányt képviselnek? Hát létszámában, hogyha a püspököket nézzük, hát nézzük csak, ha azt hiszem talán 340 részvevő volt, emlékem szerint. Csak nagy vonalakban mondom a számokat, abból talán püspök mennyi lehetett, 250? Talán most így sejtem. Hát a 250 püspökből szerintem 30 keleti püspök volt. 20-25, esetleg 30. Tehát akkor ez egy 10%. 10%, ami létszámában nyilván hívei számában jelentősebb, mert hiszen a katolikus egyház össz létszáma, ami 1 milliárd fölött van, nem tudom pontosan a számot, 1,1-2, így valahogy milliárd, hát ahhoz képest megint csak nagyon megbecsült, vagy becsült számot tudok mondani, véleményem szerint nincs 50 millió, vagy mondjuk, hogyha, hát, igen. Tehát olyan fél. 50 és 100 millió között lehet esetleg, de nem biztos, hogy nem több. 5%, 5-10. 5% maximum, maximum. Igen, tehát, és viszont, ha meg azt nézzük, hogy, ez most egy meglepő lesz, amit mondok, hogy a katolikus egyházon belül 24 egyház, 24 részegyház, lehet így mondani, igen, 24 részegyház van, és ebből egy a római katolikus, és egy a magyar görög, egy az ukrán, egy az indiai malabár, tehát ez mind-mind, csak hát létszámában nyilván a római katolikus a legnagyobb, de hogy 23 plusz 1, vagy 1 plusz 23 egyház van, és hát ahhoz képest nyilván, de hát a szervezetében, múltjában, történelmében nyilván a katolikus egyház a legmeghatározóbb, de nagy reménységet jelent az, hogy a keleti egyházak sokat szenvedett, és az ortodoxia felé kapcsolódási pontot jelentő keleti egyházak ma már azért sokkal nagyobb megbecsülést kapnak a katolikus egyházon belül. Mi lesz még a téma a szinóduson? Érsek úr, mit vár ettől a pár héttől? A szinódus alaptémája a nyitottság megtalálása, elsősorban a Szentlélek felé, és rajta keresztül az ő segítségével egymás felé. A szinodális egyház, tehát hogyan tud például a első ülésszak után megfogalmazott szövegben, ez talán a pápától származik, vagy legalábbis az ő jóváhagyásával fogalmazódott meg, hogy így kézzelfogható legyen, körülbelül így hangzik, hogy milyen a szinodusi egyház a missziós küldetésében. Tehát, hogy az egyháznak a küldetés a misszió, ami nem azt jelenti, hogy mindenki oda menjünk, hogy legyél katolikus, hanem az Isten örömhírét, az evangéliumot mindenkihez el kell vinnünk boldog-boldogtalanhoz, hogy boldogok legyenek. De ez nem erőszakos térítést jelent, ezt a pápa néha félreérthetően is elég erősen hangsúlyozza, hanem az örömhírnek az eljutatása. Jézus Krisztus az Istennel való együttlét örömhírének az eljutatása. És, hogy ez nem csak a papok feladat, hanem az egész egyházi. Tehát minden egyes megkeresztelt embernek van missziós küldetése. Na most, hogy jelenik ez meg az egyházban? A szinodalitás az ez, hogy mindnyájan
egyenértékű tagjai vagyunk az egyháznak. Mindenki érez a felelősségét, és persze kapja meg a lehetőségét is annak, hogy ezt megélje, felfedezze, ez szerint tudjon élni. Amíg nagyon erősen uralkodó volt az, hogy ez a papok dolga, meg ez a püspök feladata, hogy megszervez a missziót, meg a szerzeteseknek, hát ők ezért élnek, úgy el is hárították a hívek maguktól, meg a papok, és úgy gondolták, hogy nem a ti dolgotok. Tehát ez, és ez nem volt jó. Ezen kellett változtatni. Lassan fog változni, tehát vannak, akik elégedetlenek a szinodus mostani eredményével, mert hát na, már itt van már harmadik, negyedik éve állandóan ezt rágjuk, nem, mint a csontot, és hát mi, hol van a változás? Hát a változás ott van, hogyha akarok szinodális lenni, hogyha én magam elhatározom, hogy jobban odafigyelek a másikra. Sokat hallott dolog bizonyára ismert, hogy magának a szinodusi ülés mechanizmusának is része volt a csend. Sokat kellett hallgatnunk. Nem könnyű. Beszélgetünk otthon 8-an, és akkor mindenki elmondta a véleményét, de elmondta 3-4 embernek, most egy kis csönd. És nem csak már pár másodperc, hanem 3 perc csönd. Elmesélem, volt egy ha még belefér, még kicsit kínos helyzet, amikor hát így körbeültünk, 8-an beszélgettünk, és én úgy érzem, hogy mondtam egy kicsit meghökkentő dolgot, már nem is emlékszem, mi volt, de úgy jellemző volt a keleti egyháznak a sajátosságára vonatkozóan, de már nem emlékszem rá, de mindegy is. És akkor, hát nem azt mondom, hogy szó megszakadt, hanem megszakadt, de úgy, na hát, elkezdtek gondolkodni rajta, de az egyik, annyit elmondok, hogy olaszországi püspökatya, rögtön mondta, hogy az nem hívva, nem úgy van. Mondom, kis csöndet tartsunk, jó? Kis csöndet. Ez hülyeség, mondja. Hát mondom, az én oldus van, nem? No, mérges volt, de tartottunk egy kis csöndet, na aztán, most már nem mondom el. Mondom, ez az én oldus, nem, hogy egy kicsit csöndet tartunk. De én is gonosz voltam, na hát ilyenek is voltak, ám azért emberek vagyunk. És akkor utána bocsánatot kértünk egymástól, de hogy ez nem könny, nem magától értetődő, hogy hallok valamit, amit én, mit tudom, én ostobaságnak tartok, és akkor csöndben vagyok, hallgatom, majd jár az agyam, hogy mit fog neki mondani. És ez kemény dolog, de ha megtartjuk, akkor, és ugye az volt a tanács, és nagyon konstruktív és sokat adó módszer, hogy közben arra figyeljek, hogy bennem hogyan rezonál az, amit hallottam. Mert amikor hallok valamit, és rögtön egy gondolat jut eszembe, persze, mert hát jár az agyunk, és akkor miről, kinek miről műt eszébe, azok csak a gondolatok. Ha csöndben vagyok, akkor mélyebbre tudok nézni, és nem csak a hirtelen válaszként, reakcióként, netán mondjuk érzelmdúsan meg kell vegyített módon fogalmazódik meg a véleményem, hanem foglalkozom azzal, hogy akkor mi is van, a Szentírás is így kell olvasnunk, csöndbe. Elolvasom, csöndbe vagyok. Hogy mélyre hasson bennem az, amit olvastam, vagy amit éppen hallottam, és egész más dolog jön ki. Szóval ezt ott gyakorolni kellett, meg ezt próbáltuk mi is hazahodni Magyarországra, nem könnyű, de azért többször volt már így, hogy papi gyűlésen, akkor azt mondtam, testvérek, most egy kis csönd. Szóval megtanulni az, hogy mélyebben figyeljünk egymásra, egy ilyen egyházzá tudunk válni. Nem alaptalanul vádolnak meg minket katolikusokat, hogy gőgösök vagyunk, vagy vaskalaposok, önértemben elzárkózók, hogy ugye már megvan a katolikus véleményünk, hallunk valami olyat, ami abszolút nem fér a mi fejünkbe, mit tudom én, hogy egy homoszexuális ember élhet együtt, hát ez hülyeség, mondom. De ő nekik nem. Ahhoz, hogy én úgy tudjam elmondani az evangélium szavát, vagy az Isten üzenetét, hogy az nekik befogadható legyen, nem ronthatok rájuk, hogy ostobaság, amit gondoltok, mert akkor ő, ugye? Hanem, ha meghallgatom, jó, elgondolkodom, mi vezetheti őket nyilván. Na, szóval, hogy lassú folyamat ez nyilvánvalóan, de
rajta kell lennünk, és talán a szinodus, hogy így elhúzódik 3-4 évre, ez is eredményezi, hogy jobban átjárja az emberek, a papok, püspökök gondolkodását, hogy azért ezt az egymás mélyebb meghallgatását, odafigyelését, a beengedését komolyan kell vennünk. Ezt várom én a szinodustól. Sok kegyelmet kívánok a tanácskozáshoz, és remélem egy hónap múlva majd beszélhetünk az eredményeiről. Szívesen, hogyha meghallgatják, akkor eljövök majd és elmesélem. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Eljött.